Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Újabb siker a fürdővárosnak. Hétfő délután 3 gyulai cég vehette át a Magyar Brands díjat. Növelnék a sportág elismertségét. A Bai Zoltán általános iskolában megalakult a Gyulai Judo Sport Egyesület. Egy vereség, egy győzelem. A Csaba nyert a Szeged ellen, a Termál legyőzte a Szentlőrincet. Magyar és matematika. Idén is nagy érdeklődés övezte a bójai csapat versenyfordulóit. Eljárás 7 férfi ellen. Afgán határsértőket fogtak el a gyulai határon vasárnap hajnalban. Ismét 3 gyulai cég nyerte el a Magyar Brands díjat. Ezen elismerés célja az, hogy olyan magyar vonatkozású márkákat díjazzanak, amelyek külföldön is hazánk méltó képviselői lehetnek. Ez a nap híre. 3 gyulai cég képviselői vehettek át hétfő kora délután Magyar Brands díjat. A legjobb márkáknak kiáró elismerést objektív cégadatok, egy szakemberekből álló bizottság döntése és egy országos kutatás alapján ítélik oda. A Gyula Hús Kft. Ismét a legjobbak közé került, ráadásul a gyulai, a fogyasztói márkák top listáján is az előkelő 4. helyet érdemelte ki. Nagyon fontos számunkra az, hogy tényleg azt a meghirdetett célt, azaz a minőségi termékgyártást meg tudtuk valósítani az elmúlt időszakban, és a jövőben is erre fogunk törekedni, hogy a fogyasztói bizalmat, a fogyasztói elégedettséget tovább fokozzuk, és ezáltal is a termékeink minél nagyobb elégedettséget váltsanak ki a fogyasztókból, és a húskészítmények piacán igenis egyik vezető tudjon lenni a Gyula Hús Kft. A jövőben is. A gyulai várfürdő első alkalommal került fel a top listára, ráadásul mindjárt a 28. helyre. Nagyon közel áll a szívünkhöz, éppen azért, mert a fürdőnél, mint turisztikai szolgáltatónál abszolút érvényesíthető és érvényesítendő is az a népmesei mondat, mint mi szerint jó hírünkre jól vigyázunk. Azt gondolom, hogy ennek a jelmondatnak és a mindennapi munkájának a fürdő minden dolgozója részéről egy óriási visszaigazolása ez a díj, és a tavalyi évhez képest pedig azt gondolom, hogy egy jelentős fejlődésről számolhatunk be. A Szegedi Mozaik tankönyvkiadó tulajdonában lévő Gyulai Dürer nyomda a hazai könyvnyomtatás egyik fontos szereplője. Tevékenységünk során hangsúlyozzuk azt, hogy mi egy magyar cég vagyunk, magyar tulajdonosi háttérrel, amely ebben a nagyon nagy versenyben, ami a nyomdaipar területén tapasztalható, sikeresen tevékenykedik, és annak ellenére, hogy az idei évben azért számos olyan intézkedés történt, gondolok itt a tankönyvpiac államosítására, ami némileg megnehezítette a dolgunkat, de az idei évben is eredményesen működik a cég. Nagyon sok szép szakmai elismerést sikerült elérni. Sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester mondta el, a város számára fontosak ezek a cégek. A Gyula városában működő cégek és vállalkozások nagyon fontos szerepet töltenek be Gyula város gazdasági életében, azért is, mert egyrészt adót fizetnek, mind az államkasszának, mind a helyi önkormányzati büdzsének, másrészt az itt jelenlévő cégek, hát szerintem bátran elmondhatom, hogy a város legnagyobb foglalkoztatói közé tartoznak, tehát foglalkoztatási szempontból is jelentős az a munka, amit ők végeznek, és amelyet igenis jól végeznek. A Magyar Brands díj 5 éves múltra tekint vissza. A díjazott márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzel fogható előnyöket jelentenek, melyek révén növelhető a termékek elismertsége. A Bai Zoltán általános iskola tornacsarnokában alakult meg hétfő délután a Gyulai Judo Sport Egyesület. Az új szervezet neves vendégek bábáskodása mellett kezdte meg életét. Hegedű szóval a tatamin vette kezdetét a Gyulai Judo Sport Egyesület ünnepélyes megalakulása Bai Zoltán általános iskolában. Az egyesület nagy hiányt pótol, hiszen jelenleg is sokan járnak át Békés Csabára, amire mostantól helyben is lehetőségük lesz. Ez komoly segítséget jelent az utánpótlás nevelésben. Ezt a sportágat már 6 éves kortól érdemes elkezdeni. Az egyesület elnöke bízik benne, hogy Gyulán is egyre többen kezdenek el majd judózni az egyesület megalakulásának köszönhetően. Gyulán a legelső edzés egy hónapja kezdődött, 6-án. 10 fő jelentkezett az első edzésre.
Most már 35 körül tartunk. Reméljük, hogy a 60-70-et elérjük, és szépen tudunk ezekből a gyerekekből majd válogatni, akik ugye hozzák a nagyszerű eredményeket. A Magyar Judo Szövetség már évek óta tervezte, hogy a Békés Csabai mellett Gyulán is elindulhasson egy szervezett keretek között működő egyesület. Ezt továbbiak megalakítása követi majd, így a szakemberek reményei szerint néhány éven belül jelentősen növekedett a sportág iránt érdeklődők száma. 2500 igazolt versenyzőről indultunk tavaly, ebben az évben már 6000 a létszámunk, és hát 2020-ra 20000-re szeretnénk az igazolt regisztrált judósoknak a létszámát, és hát van egy speciális programunk egyébként. Marius Wieser úrnak a Nemzetközi Judo Szövetség elnökének a támogatásával. Minden megyében szeretnénk egy Judo az iskolába programot elindítani, aminek ez volt az első jelentős állomása. Ez azt jelenti, hogy Békés megyében Gyulán lesz ez a fajta olyan támogatás, ami keretében belül azt az iskolát, ahol ennyire komolyan veszik a judót, azt felszereljük tatamival, judóruhával, illetve az edzéseket vezető testnevelőt vagy judóedzőt támogatjuk egy éven keresztül. Marius L. Wieser, a világszövetség elnöke is részt vett az alakuló ünnepségen, melyhez személyes érintettsége is hozzájárult, aki elmondta, többek szoros összefogása kellett ahhoz, hogy hosszú idő után Gyulán is elindulhatott a judó oktatás. Lelkileg kötődök Gyulához. 88-ban, amikor disszidáltam Romániából családommal, akkor ez volt az első magyar terület, amelyekre léptünk, és örökre a szívemben maradt. És sokszor gondoltam arra, hogy szeretettel indítanánk itt el közösbe a Nemzetközi Judo Szövetség, a Magyar Judo Szövetséggel és a helyi önkormányzattal egy judo klubot, ezen keresztül támogatni a gyerekeket, a fiatalokat, tudva, hogy a judónak kiemelt nevelési értékei vannak. A kormány sportfejlesztési stratégiája is segíti a szövetség céljainak megvalósítását. A tervek szerint 198 helyen az országban a cselgáncs is bekerül az iskolai sportoktatásba. A Békés Csaba nyerte a délalföldi rangadót Gyulán, a Szeged Grosics ellen, a Termál magabiztos játékkal tartotta itthon a 3 pontot a Szentlőrinccel szemben. Felfokozott érdeklődés mellett rendezték meg az MB2 13. fordulójában a Szeged Grosics és a Békés Csabai előre találkozóját. A vendég csabaiak hamar elrendezték a mérkőzés sorsát, a szünetben már 2 góllal vezettek, a vége 0-3 lett. A szünetben még 1-1-es döntetlenre állt a Termál az MB3-as bajnokság középcsoportjában a Baranya megyei Szentlőrinc ellen. A második félidőben már mindkét gólt Szekeres Lajos együttese szerezte, így a vége 3-1 lett. A mérkőzésekről részletes összefoglalók internetes felületeinken, a gyulatelevizió.hu oldalon és a Facebookon láthatók. A híradóban kedden és szerdán számolunk be ezekről. Idén is nagy érdeklődés övezte a bójai csapatversenyek aktuális fordulóit. A gyulai Lila iskola által szervezett megmérettetésen ebben az évben is magyarból és matematikából mérhették össze tudásukat az általános iskolások. Októberben és novemberben hagyományosan a bójai János csapatversenyről szól, a Lila iskolások életének egy fontos része. Október 17-én a matematika csapatversenyt rendezték meg, melyen több, mint 1000 fiatal vett részt. Az ő felkészülésüket közel 150 pedagógus segítette. Az eredményhirdetésre a napokban került sor, itt 37 Békés megyei csapat jelent meg. Nagy örömömre szolgál, hogy a 37 díjazott megyei csapatból 10 csapat a gyulai iskolák tanulói közül került ki, és közülük is 3 olyan csapat van, akik november 22-én majd az országos döntőn képviselhetik megyénket ezen a matematikai megmérettetésen. Ezeken a felvételeken a bójai anyanyelvi csapat verseny résztvevői dolgoznak a feladatokon. Ezt a megmérettetést immár 7. alkalommal rendezik meg, a résztvevő diákok száma itt is elérte az 1000-et. Ennek szintén vállalta a Lila iskola megyei szervezői feladatait, ezt a munkát Tótné Bodó Mária kolléganőm végzi, és hát most délután itt a termekben a gyulai gyerekek versenyeznek, de ugyanúgy, ahogy matematikából is, itt is bekapcsolódtak a megyében még más társrendező intézmények, akik segítenek nekünk a megszervezésben.
kezdésben, így Békés Csabán a Petőfi utcai iskola, Szarvason a Benka Gyula iskola, tehát magyarból is majd 1000 gyerek versenyez ma a megyében, és hát nagyon reméljük, hogy ők is nagyon szép eredményeket fognak elérni. A szervezők bíznak benne, jövőre tovább erősödik az egyre nagyobb hagyománya a bíró versenysorozat. Afgán határsértőket fogtak el a gyulai határrendészeti kirendeltség határrendészei vasárnap hajnali 3 óra 40 perc körüli időben. A Magyarországra illegálisan érkezett 7 férfi ellen idegenrendészeti eljárás indult. Ezután a kirendeltség átadta őket a román hatóság képviselőinek. Erkel Ferenc születésnapját ünnepelték november 7-én Gyulán. A zeneszerző szülőháza előtt megrendezett ünnepségen Németh Csaba történész azt mondta, Erkel örökre beírta magát a magyar zene történet könyvébe. Rövid hírek következnek. A magyar zene egyik legjelentősebb alakjára, a gyulai születésű Erkel Ferencre emlékeztek péntek délelőtt. Az apropót a himnusz zeneköltőjének és a Nemzeti Opera megteremtőjének 1810-es november 7-i születésnapja adta. Az Erkel Ferenc vegyes kar nem csak nevében, hanem fellépésein is őrzi a jeles zeneszerző emlékét. A helyi önkormányzat fontos célja, hogy az Erkel hagyaték hungarikummá váljon. Ezzel összhangban emlékeztetett beszédében Németh Csaba történész arra, hogy a kedvező helyi és megyei döntések után az Erkel örökség megindult a hungarikummá válás útján. Erkel Ferenc örökre beleírta magát a magyar zene történet könyvébe, mondta Németh Csaba, a zeneszerző életének egyik legjobb ismerője. Az ünnepség a koszorúk elhelyezésével zárult. Alaposan megváltoztak a hadviselés módszerei az első világégés idejére, mutatott rá Nagy László, az Arany János Egyesület elnöke. Csütörtök este a szarajevói merénylet után 1914-ben, vagyis egy évszázada kirobbant első világháborúról emlékeztek. A tragikus eseménysorozatról dr. Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató beszélt. Szabó Ferenc rámutatott, Magyarország már csak azért is sajátos helyzetben volt, mert önálló külpolitikát nem folytathatott. Az ugyanis a monarchia közös ügyei közé tartozott, tehát az itt meghozott döntéseknél Bécs, vagy adott esetben éppen Berlin jutott nagyobb szerephez. A nyugalmazott múzeumigazgató szót ejtett a békésmegyei, gyulai egységek szerepéről is. Szabó Ferenc azt mondta, csöppet sem elhanyagolható kérdés, hogy a hátország a háború 4 éve alatt legalább annyit szenvedett, mint a harctereken lévő katonák. A II. Világháborúhoz képest egy különbség volt, repülőgépek bombázásától még nem kellett tartaniuk. Különleges zongora hangverseny részeseire lehettek mindazok, akik a napokban ellátogattak a Vászi Ház kamaratermébe, Hegedűs Endre koncertjére. A művész nem csak eljátszotta a darabokat, de azok keletkezéséről is tartott egy kisebb előadást. A vele készült beszélgetésben a művészetéről is megkérdeztük az előadót. Hegedűs Endre nagyon fontosnak tartja a zenehallgatás élményét. Mint mondta, a mai világban különleges pillanatok azok, amikor egy egész nézősereg egyszerre van ráhangolódva a zenére. Ő azért dolgozik, hogy ilyen élményeket szerezzen másoknak. Ezt a tevékenységét szerencsére világszerte űzheti, hiszen szinte már minden kontinensen megfordult pályája során. A gyulai koncert után is egy ilyen felkérésnek tesz eleget. A zongora művész bízik benne, a jövőben ismét koncertezhet majd Gyulán. Próbáló feladat megmászni egy hegyet oxigén palackkal, de anélkül pedig különösen. Suhajda Szilárdot egész fiatal korában elragadta a hív, hogy hegymászó legyen, azóta több expedíción van túl. Ez a legutóbbi túra 2 hónapig tartott, és egy nagyváradi hegymászóval teljesítették a több mint 8000 méteres magasságot. Ez több okból is komoly kihívás jelentett számukra, mert mesterséges oxigén és magassági teherhordók nélkül érték el a csúcsot. Ez éveken keresztül egy szigorú edzésrendet követel a mászóktól. Az oxigén hiányos éjszakák sem könnyítették meg a hegymászók dolgát, hiszen volt olyan, hogy alvás közben arra ébredtek, hogy levegő után kapkodnak. A sok kihívás és nehézség miatt viszont óriási önbizalmat ad annak, aki teljesít egy ilyen expedíciót. Suhajda Szilárd legközelebb az Alpokba készül, ami magasságában kevésbé, ám technikájában igen nagy feladatot jelent.
Pénzt lopott egy üzletből Békés Csabán az a nő, akiről a sértett elmondása alapján egy grafikus rajzot készített. Csütörtök délelőtt ment be az Andrássy út 23-27 szám alatt egy ruházati üzletbe az a nő, aki nem vásárolt, csak érdeklődött. Az eladó a távozását követően vette észre, hogy a vevőtérben lévő széken elhelyezett táskájából hiányzik a pénze. A körülbelül 170 cm magas, kerekarcú, telt testalkatú, 30 év körüli nőről a rendőrség felkérésére egy grafikus az alábbi rajzokat készítette. A nő szürke mintás, bő pólót és térdig érő fekete szűk szoknyát viselt, melyen középen végig volt egy fekete színű bőrbetét. A rendőrség azok jelentkezését várja, akik a rajzok, illetve a leírás alapján felismerik, vagy felismerni vélik a barna hajú nőt, illetve csütörtökön 10 óra 15 perc körül az Andrássy út említett részén bármi olyat észleltek, mely az esettel összefügghet. A megfelelő immunrendszer a legfontosabb alapja a megfázás elleni védekezésnek, de ehhez lényeges a megfelelő vitaminbevitel is. Mai nap kérdésünk témája, hogyan védekeznek meghűlés ellen az emberek. Az őszi és a téli hónapokban különösen figyelni kell a rendszeres zöldség-gyümölcsbevitelre egészségünk megőrzése érdekében. Kíváncsiak voltunk, a járókelők miként védekeznek a meghűlés ellen. Hát nem még a hidegre, kivigyázok egy kicsit. Jó meleg szobába. Grapefruitot szoktam kicsavarni, mandarint szeretem nagyon, tablettákat nem szoktam szedni, almát. Megpróbálunk egészségesen étkezni, sok gyümölcsöt, zöldséget az egész család. Sok gyümölcsöt eszünk, és ez a legjobb szerintem. Mesterséges vitamintablet? Ilyesmit nem nagyon még. Én legalábbis, édesanyám inkább. A II. Világháború kitörésének évfordulójáról is megemlékeztek a Békés Csabai Lengyel Napon. Lapszemle következik. Lengyel Nap a Lencsésin. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a II. Világháború kitörésének 75. évfordulójáról is megemlékezett, írta a Csabai Mérleg. Lengyelországot nyugatról a németek, keletről pedig az oroszok támadták. Sok család a menekülés útját választotta a háború elől. Magyarországot választották a menekülők, ahol befogadták őket. A karfiol. A zöldség összetevői védelmet nyújthatnak akár a daganatos betegségekkel szemben is, írta a Gyulai Hírlap. A karfiol az egyik legfiatalabb zöldségnövényünk, melynek fogyasztása csak a 20. század fordulója után terjedt el Magyarországon. Jubileumi koncert Orosházán. Mintegy 200-an voltak a színpadon, 300-an a nézőtéren, írta az Orosz Café. Jubileumi koncertjének zárásakor a Vörösmarty iskola énekzenei tagozatának jelene, múltja és jövője fort énekel dallamokba pénteken a koncerttermekben. Önkéntes beteglátogatókat toboroznak Vácott. A Váci Egyházmegye kórház lelkészi szolgálata új önkénteseket keres, írta a Magyar Kurír. Tőlük azt várják, hogy időt ajándékozzanak a betegeknek, az elhagyatottaknak, a meg nem hallgatottaknak, a szomorúaknak és a szenvedőknek. Kedden sem várható csapadék. Szerdán, éjjel és csütörtökön a délnyugati, nyugati ország részben eső valószínű. Pénteken és szombaton előreláthatóan száraz, vasárnap ismét esős nap következik. Kedden változóan napos, felhős idő várható. Számottevő mennyiségű eső kizárt. Gyenge déli, délkeleti irányú szél fúj. Reggel előfordulnak kötfoltok. Az évszaknak megfelelőnél jelentősen enyhébb idő lesz. A hőmérséklet a hajnali 9 foktól 16 fokig emelkedik. A folytatásban szerdán és csütörtökön nem várható csapadék, és marad az évszakhoz képest enyhe idő. A hőmérséklet szerdán 10 és 15 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Újabb siker a fürdővárosnak. Hétfő délután 3 gyulai cég vehette át a Magyar Brands díjat. Növelnék a sportág elismertségét. A Bai Zoltán általános iskolában megalakult a Gyulai Judo Sport Egyesület. Egy vereség, egy győzelem. A Csaba nyert a Szeged ellen, a Termál legyőzte a Szentlőrincet. Magyar és matematika. Idén is nagy érdeklődés övezte a bójai csapat versenyfordulóit. Eljárás 7 férfi ellen. Afgán határsértőket fogtak el a gyulai határon vasárnap hajnal. A Gyula TV híradóját látták. Most a Spiritus, majd a Városháza következik, utána a pódiumot láthatják.
További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!